A szülő mindenképpen, az óvónő és a tanítónő is elsősorban a személyiségével nevel. Mi vagyunk az a réteg, vagy az a korosztályt nevelő felnőtt, akinek a legnagyobb ráhatása nem feltétlenül abban rejlik, amit mond, hanem amit tesz. És ezeket a mintákat fogja a gyerek követni. Nem azt fogja nézni, hogy, vagy megjegyezni, hogy mit mondott a tanítónéni, hanem azt fogja megjegyezni, hogy milyen kedves volt, amikor Pistike sírt és megvigasztalta. Tehát én számíthatok rá, hogyha hasonló helyzetbe kerülök, akkor engem is meg fog vigasztalni, vagy bátorítani fog. Tehát elsősorban nem az fontos, amit mondok, hanem aki vagyok, és ahogy viszonyulok bizonyos helyzetekben a gyerekekkel.